A főváros egyedülálló fekvésével harmonizáló épített örökség fenntartása és fejlesztése érdekében. Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építészkamara közösen írta ki a Budapest Építészeti Nívódíjak 2018 pályázatot. A pályázat célja, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló épületeket, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését, ezáltal ösztönözve új értékek teremtését, hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. Az idei pályázatra 18 érvényes pályamű érkezett. P plusz R parkoló és pavilon, Őrmező. Az M4-es metró végpontjának, a kelenföldi intermodális csomópontnak kiemelt eleme az őrmezei P plusz R parkoló és pavilon. Ennek kialakításán nagyban múlik az átszállás minősége és élménye. A pavilon szerkezetileg és építészetileg két fő részre oszlik. A masszív, monolit vasbeton szerkezetű föld alatti alépítményre és a légies, könnyű szerkezetű, acéltartós kialakítású térszinti felépítményre. Az ortogonálisan szerkesztett épület a sarkokon és végeken íves, a gyalogosok áramlásával, konform geometriával zárul. Hild Villa, Zugliket. A korábbi többszöri átépítés és bővítés miatt a villa eredeti állapota nem volt visszaállítható. A tervezők ezért a klasszicista építészet játékszabályai szerint tisztelet az elődöknek mottóval gondolták át a villa újjászületését. Egy tisztán klasszicista épületet szándékoztak kialakítani, bontással és építéssel. A bontásoknál tiszteletben tartották az eredeti Hild falakat, az építésnél a visszafogott kortárs szemléletet alkalmazták. Fontos szempont volt a szimmetria, az áttekinthetőség, a kicsit hűvös nyugalom. Palatinus strandfürdő műemléki főépület, Margit sziget. A Palatinus strandfürdő műemléki főépülete a magyar modern építészet egyik olyan ikonikus emléke, amelyet a nagy közönség is szeret és ismer. A korábban csak nyári nyitvatartású strandfürdő felújítása során az építtető BGH ZRT célja volt, hogy a főépületben téli-nyári üzemű termálfürdő jöjjön létre. Tekintettel az épület műemléki védelmére, a strand kiemelt lokációjára és Budapest életében betöltött fontos szerepére a tervezési folyamat nagy odafigyelést, körültekintést kívánt. Pittypangó óvoda, Józsefváros. A koncepció egy karakteres, gyermekközpontú, hagyományos architektúrában gyökerező, ugyanakkor letisztult világú épületet igyekezett életre hívni kortárs építészeti eszközökkel. A kellő mértékű absztrakció és a nem didaktikusan megjelenő hagyományos formavilág segítette, hogy a gyerekek által könnyen befogadható, szerethető és inspiráló környezet jöhessen létre. Az épület kialakításánál odafigyeltek a jó tájolásra és a környezettel való közvetlen kapcsolat megteremtésére is. Liget központ, Rákosliget. A kisvárosias jellegű környezetben elhelyezett épület az építtetői elvárásokat és a környező épületek léptékbeli adottságait igyekezett összehangolni kortárs építészeti eszközök alkalmazásával. A lakásokat és üzleteket magában foglaló Rákosliget alközpontjának készült épület a környezeti adottságokhoz igazodva megmozgatott tömegű, letisztult építészeti megjelenésű. A ház a terepre ül, a földszinti padlószint követi a tereplejtést. Graphisoft Park, fogadóépület, Óbuda. A Graphisoft Park fogadóépülete bejárati helyzete miatt szimbolikus szerepet is betölt. A park arcaként jelenik meg. Szakítva a park épületeinek eddig jellemző tégla-lyuk architektúrájával, a három emeletes irodaépület alapvetően transzparens. Az épület tömeg előtt horganyzott acélkeret szerkezet fut körbe, amely szintmagas üveglamellákat hordoz. A lamellákon egyedi grafikájú ornamentika jelenik meg. Napszaktól függően a külső üveghártya megjelenése mindig változik, reflektálva környezetét. A Szél-Kálmán tér rekonstrukciója. A projekt során Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési gócpontja újult meg. A rengeteg kötöttség mellett az építészeti és tájépítészi feladatok elsősorban a rendrakásra koncentráltak. Alapvető cél volt a belső gyalogos háromszög átláthatóvá és átjárhatóvá tétele.
illetve a lehetőségekhez mérten minél több zöld és rekreációs felület kialakítása. Így a közlekedés és várakozás tereinek racionális, az átszállási irányoknak és a megállóknak megfelelő szerkesztése alakította ki a tér új struktúráját. Klebelsberg kastély, Pesthidegkút. A Magyarország öt kultúrtörténetileg legfontosabb épületegyüttese között számon tartott kastélyban élt Klebelsberg kúnó haláláig. Ezért a rekonstrukció fő célja volt, hogy az újjászülető emlékhelyen bemutassa az egykori kultuszminiszter életét és korát. Az egy hektáros felújított parkban álló épületegyüttes két részre tagolódik. Vendégházra és emlékházra. Az emlékházban állították helyre a könyvtárszobát és a szalont, valamint helyet kapott az úgynevezett 21. századi tanterem. A vendégház szárnyaiban lévő helyiségek Klebelsberg tevékenysége kiemelkedő területeinek állítanak emléket. Ügyfélszolgálati központ, Kőbánya. A beruházás célja volt, hogy az elavult önkormányzati ügyfélszolgálati irodákat egyetlen, korszerű, a mai igényeket kiszolgáló épületbe helyezzék át a Szent László tér és az Állomás utca sarkán álló szép, kis századfordulós épületbe, illetve a mellette lévő, az Állomás utcára néző foghítelekre. A feladatot ennek megfelelően egy régi érték megóvása, felújítása és egy ahhoz kapcsolódó új épületrész kialakítása adta. Felnőtt és gyermekházi orvosi rendelő, Kőbánya. A Budapest főváros 10. kerület kőbányai önkormányzat 2014-ben tűzte ki célul a házi orvosi rendelő épületének átalakítását és korszerűsítését. A meglévő, elavult épület földszintjét elbontották, helyébe belső átriumos térszervezéssel egyik oldalon a felnőtteknek, a másik oldalon a gyermekeknek alakítottak ki rendelőegységet. Logikus, egyszerű térszervezésre törekedtek, összefüggésben a bejáratokkal, homlokzatokkal, burkolati kiosztásokkal. Az épület körüli közterület is megújult. Egykori Paulheim villa, Mátyásföld. Az épület 1892-ben épült Paulheim József részére nyaralóként, aki elnöke volt a Mátyásföldi Nyaraló Tulajdonosok Egyesülete Templomépítő Bizottságának. Tevékenységének köszönhető Mátyásföld jelentős épületeinek megszületése. A helyi védelem alatt álló villaépület és az utcai kerítés felújítása az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, az eredeti anyagok legteljesebb körű újrafelhasználásával, a mai energetikai és korszerű funkcionális, illetve komfort követelményeknek megfelelően történt. Új Hegyvidék Galéria. Az elképzelés felveszi a környéket jellemző vérfrissítés hullám ritmusát. A galéria két főtengerre épülő, három fő traktusból álló homogén felületek együttese. A szintkülönbségeket finoman eltörli az öntött betonlejtő, a fényt a barriszol mennyezet és a kiszolgáló szerepet betöltő fehér falak nyújtják. Az ülő felületként használható üvegportál kapcsolatot teremt a kint és a bent között. Az egyedi bútorok és mozdítható elemek szerves részét képezik a nagyvonalú térnek. Graphisoft Park, N-épület, Óbuda. A Graphisoft Park N-épülete egy új helyzetet teremt. Amíg korábban a Dunapart és a park belső élete szervezte az épületek telepítését és kapcsolatait, addig a park itt érte el először a külvilágot, a Jégtörő utcát. Ez az épület kacsintott ki először a városra, ugyanakkor továbbra is a park hangulatához és épületeihez való alkalmazkodás volt a tervezők fő feladata. Apor Vilmos Katolikus Főiskola új kampusza és kápolnája, Pest-Szent Erzsébet. Az épület a tér közepén álló katolikus templomon kívül a Magyarok Nagyasszonya tér északkeleti térfalának legmeghatározóbb eleme és egyben egyetlen középülete. A romosan álló régi iskolaépületet teljes mértékben revitalizálták és új épületrészekkel bővítették. Utóbbiak nem csak a használhatóságot szolgálják, hanem építészetileg is megfogalmazzák a főiskolai léptékváltást. Az épületben egy új, mai diákkápolna is létrejött. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Orci negyed.
Az épület a Ludovika Campus egyetemi fejlesztés keretébe illeszkedik, amelynek beépítési koncepcióját egyszerre határozza meg a meglévő Pollak-féle épület és az Angol Park és a környező városszövet kontextusa. Budapesti Raoul Wallenberg szakiskola, Terézváros. A tervezők alapvető feladata az volt, hogy a már 8 éve használaton kívül álló épületet újra üzembe helyezzék, és kiegészítsék egy új szárnyal. A feladat legfontosabb részét pedig az jelentette, hogy megteremtsék az új részek és a történelmi épület közti összhangot. A térrendszerben csak a közlekedők maradtak meg, de a termek kiosztás rendjét, az új iskola működését, az új szárny integrálását úgy kellett megoldani, hogy azok a mai igényeknek minden szempontból megfeleljenek. Magyar Kajakkenu Szövetség székházbővítés. Vizafogó. Az épület megfogalmazásában a tervezők az evezőlapát szigorú formájából indultak ki. Annak feszességét, folytonosságát, valamint változó szélességét más léptékben vetítették át a fahomlokzatra, amelyen a konzekvensen körbefutó sávok közti fémbetétek további erőt jelképeznek. Gukler Károly kilátó, hármas határhegy. A hármas határhegyen lévő kilátót a tervezők nem toronyként fogalmazták meg. A hegytető kontúrját kirajzoló több magas építménnyel nem szerettek volna konkurálni, illetve a város felől nézve sem kívánkozott magas építmény a hegyre. A kilátó fundamentumaként az egyik meglévő lövegállást használták fel, a lehető legkevesebb beavatkozással a természetbe. A katonai múltat a természettel összekapcsolva egy virágihlette 8-szögletű kilátót terveztek, 4 méteres kilátószinttel. Budapest építészeti nívódíja idén is azokat a kiemelkedő ötleteket, elképzeléseket értékelte, amelyek méltók a város múltjához, meghatározzák a jelenét és követendő válaszokat ajánlanak a jövő kihívásaira. Az itt bemutatott új vagy újjászületett épületek egyrészt nagyban hozzájárulnak a környékükön élők és a városlakók életminőségének javulásához, másrészt az elhivatott és igényes tervezői munka révén Budapest arculatát gazdagítják. Köszönet és elismerés az alkotóknak!